És ahogy ígértem, folytatjuk a hírórát a kiemelő című magazinunkkal. Jó estét kívánok! Mai műsorban beszámolunk a második alkalommal megrendezett Kecskeméti kézműves sörfesztiválról, és megmutatjuk, hogy hányféle sörrel és milyen egyéb különlegességgel várták a hétvégén a látogatókat. Szólunk továbbá arról is, hogy hogyan zajlott a gólyák gyűrűzése Kecskemét egyetlen lakott területénél lévő fészkénél. És itt van már stúdió vendégünk, Engert Jakabné önkormányzati képviselő, akivel a szupernagyik és szupernagypapik képzéséről beszélgetünk. Érdemes lesz, tartsanak velünk. A híres hírekben is szóltunk már arról, hogy ma 22 hivatásos nagyszülő vehette át bizonyítványát a Cédrusnet program záró rendezvényén. Ennek kapcsán köszöntöm stúdiónkban Engert Jakabné önkormányzati képviselőt. Üdvözlöm, szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük már azzal, 22 szupernagy és szupernagypapi. Hány nagypapink van? Egy nagypapi, de én bízom benne, hogy ennél sokkal több, de most a képzésen egy nagypapi vett részt. Ugye itt a híres hírekben is beszámoltunk arról, amikor ez a képzés elindult, mert hogy ez volt az első ilyen etap, amikor nagyikat és nagypapikat képeztek. Hogyan zajlott az oktatás? Milyen hangulat volt? Hát az oktatáson én nem vettem részt, inkább az előkészítésnek a hangulatáról tudok beszámolni, illetve a mai napról. Fantasztikus jó hangulatban zajlott a mai néhány perc, amíg ott köszöntöttük a szupernagyikat, illetve hát hivatásos nagyszülőket. Én azt gondolom, hogy örömteli pillanatok voltak ezek az ő számukra is, hiszen a célját elérte ez a képzés, még akkor is, hogyha ez nem egy OK-s vagy egy a klasszikus értelemben nyújt képzettséget, de mindenképpen egy nagyon komoly kompetencia, fejlesztő tréning, elméleti oktatás. Én itt, amikor azt mondjuk a híradóban is, meg a felkonferálási szövegekben, hogy szupernagyik, szupernagypapik, azt azért nem szeretem ebben a kontextusban ezt a megnevezést, mert eznél ez egy sokkal komolyabb program azon túl, hogy nyilván nagyon kedves megnézés, tehát itt ez nem egy játékos program, itt kőkeményen egy szakképzést kapnak ezek a résztvevők, és gyakorlatilag most ők a munkaerőpiacon várják, hogy valahol valamely családnál gyermek mellett alkalmazásba kerüljenek? Én bízom benne, hogy igen, hiszen való igaz, hogy itt tényleg az elnevezése, meg a megnevezése, de én azt gondolom, hogy ez nem sértő. Egyáltalán nem sértő. Senki számára, legalábbis sem a nagyiknak, sem a nagypapáknak, hiszen ez egyfajta elismerés, meg bizalom is, egy nyitottság, hogy mi, illetve hát az önkormányzat részéről is, hogy ezt támogatja, hogy elismeri azt az értéket, azt a tapasztalatot, amik ők hordoznak, még itt idősként is. Itt nagyon nehéz meghatározni, hogy most ez 60-70, mert nagyon változó volt az összetétele a hallgatóknak, és való igaz, hogy egy nagyon jól fölépített oktatási tematika és képzés zajlott, hiszen azon túl, hogy nekik egyfajta önismeretet és kompetencia, önbizalmat és kompetencia fejlesztést jelentett ez, de nagyon komoly egészségügyi ismereteket kellett nekik végighallgatni, nagyon komoly szociálpedagógiai, tehát a csecsemőkortól a kisiskolás korig a gyermekneveléssel járó, akár mondhatnám azt is, hogy újszerű módszereket kellett megismerni, hiszen én elmondtam a megnyitó rendezvényen is, hogy amikor mi neveltük a gyermekeinket, ma már a mi gyermekeink egészen más nevelési módszereket alkalmaznak, mert maga az életkörülmény, az élethelyzet is
ezt kívánja. Megváltoztak. Ugye itt, igen, a híradó stábunk forgatott az átadó ünnepségen, igen, ahol az egyik oktató is megszólalt, aki, ha már a szigorú tematikáról, megképzési rendről beszéltünk, aki éppen a vállalkozói modult oktatta ezeknek a nagypapiknak és nagypapáknak és nagymamáknak. Tehát azért itt ez egy komoly előképzettség is kell. Kiválhat szupernagyivá és szupernagypapivá? Ha lesz második képzés, akkor kiket várnak ezekre a képzésekre? Hát ugyanúgy, mint most is, lesz egy előzetes elbeszélgetés, ami alapján kiválasztásra kerülnek azok, akikre számítanak, hogy elvégezzék ezt a képzést. Nyilván azért, én nem azt mondom, hogy ehhez diploma szükséges, de minimum érettségi, de én azt gondolom, hogy olyan attitűdökkel, olyan készségekkel rendelkező nagymamák, nagypapák, akik ezt tudják vállalni, el fogják tudni dönteni, hogy ők alkalmasak-e erre a feladatra, vagy új szerepkörre, hiszen azért mindannyian gyakorolják valamilyen szinten a saját családjukba, de lehet, hogy nem tudják gyakorolni, és szívesen teszik ezt, mert fontos nekik az, hogy építsenek egy újabb közösséget, tartozzanak valakihez, és vállalják, hogy ezt a képzést elvégzik. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ennek lesz folytatása, hiszen most 22-en végeztek, de sokkal többen jelentkeztek. És az nem azt jelenti, hogy ők nem feleltek meg, ők majd a következő körbe fognak tudni bekerülni, és mint itt, ahogy itt említette, a vállalkozási ismereteket is, fölkészítést kaptak arra, hogy a munkaerőpiacon, ha valaki ezt nem önkéntesként, mert önkéntesként is végezheti, de ha egyfajta szolgáltatást akár közösen, mondjuk egy nyugdíjas szövetkezetet, ha létrehoznak, annak keretében megjelenhetnek, mint új szolgáltató, de egyéni vállalkozóként is, vagy ha a család egyfajta, erre is megvannak az adó jogszabályok, lehetőséget adnak, jogi keretek, hogy alkalmazza és kifizeti utána azt a járulékot, amit ki kell fizetni, és mindenképpen a család is jól jár. Ezek mind olyan információk voltak, ami nagyon hasznos. Ugye ön azt mondta, hogy lehet, hogy olyan szuper nagyi vesz részt ebbe a képzésbe, aki éppen egy új közösségre, egy új kis családra vágyik, de azért tegyük hozzá, hogy lehet, hogy éppen van egy olyan család valahol a Kecskeméten, akinek épp egy újabb, idősebb, tapasztaltabb, nagyi szerepet betöltő családtagra van szüksége. Ugye egy ingyenes képzésről van szó, ahol ugye azt követően a munkaerőpiacon ezek a képzett emberek részt vehetnek. Kötelező nekik utána elhelyezkedni, és maga a Cédrusnet program, amely ugye ezt a képzést koordinálja, segít nekik az elhelyezkedésben? Nos, hát természetesen nem kötelező elhelyezkedni. Azt azért itt szeretném elmondani, hogy az önkormányzat, a város vezetése komoly költségvetési forrással támogatja ennek a mintaprogramnak a megvalósítását. Ugye ez a mintaprogram 2019 végéig szól, ami elindult, erre készült is egy ilyen projekt alapító dokumentum. Ugye tudjuk, volt egy kutatási program, és erre épülve különböző projektelemek épültek be ebbe a projekt alapító dokumentumba, és hát ennek része a szupernagyi képzés is, több más minden mellett, majd ezekről is biztos egyszer fogunk itt beszélni. Tehát a lényeg az, hogy nem kötelező, de egy lehetőség. És a város vezetése komolyan gondolja azt, hogy egy egészen más szemlélettel kívánja kezelni az idősödő, tehát nem csak az idős, hanem a leendő idősödő korosztályt, hogy egy egészen más életminőségbe tudjon lépni azzal, hogyha elmegy nyugdíjba, tehát tudjon készülni, ahogy többször Sárközi Erika is említette, ennek a programnak a szakmai vezetője, egy második karriert is fölépíthet. Nos, én tudom azt, hogy nagyon sok idősödő, idős ember fél attól, hogy egyedül marad, mert nem él itt a családja, a rokonsága, ugye szerte a világba, vagy az ország bármely területén, de vágyik egyfajta közösségre is, és hát a jövedelem forrás se szabad elfelejteni, hogy azért van ennek is egy titkos célja, hogy egy pici nyugdíj kiegészítéssel is sokkal jobb életminőséget tud élni. Az egész, tehát a lényeg az és a célja az, hogy minél tovább egy aktív életformát tudjon élni, ami tudjuk azt, hogy
az egészségi állapotára, a szociális helyzetére, a mentális állapotára is kihat egy idős embernek, hogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között éli le azt a... Talán az életének egy olyan szakaszában, egy olyan területen, csúnya szóval hasznosítjuk ezeket az embereket, ahol a leginkább tudják ők kiteljesíteni magukat, nagyszülőként, nagypapaként. Van arról már információ? Van már érdeklődő család? Igen, vannak érdeklődő családok, és hát én bízom benne, hogy akik szeretnének, és tényleg a 22 közül ezt a tudást hasznosítani, és hasznossá válni egy-egy család számára, meg is fogják őket találni. Létrehoztak ők maguk is egy Facebook oldalt, a neten keresztül elérhetők lesznek. Én azt gondolom, hogy a város vezetése is fogja segíteni, hogy minél több családhoz eljussanak, hiszen nem véletlen, hogy most indult ez a mintaprogram, hiszen a családok éve van most, és úgy gondoljuk, hogy ezzel is hozzájárultunk sok minden mellett ahhoz, hogy a Kecskeméten élő családok, akik szeretnének ilyen segítő támogatást igénybe venni, azt megkaphassák. Sok ponton érintettük már itt a beszélgetés alatt, hogy lesz-e folytatás. A szavaiból úgy vettem ki, hogy igen. Mikor indul a következő képzés? Én úgy tudom, hogy szeptemberben fog indulni a következő képzés. Természetesen ez a végtelenségig nem maradhat majd ingyenes, de nyilván majd meg kell találni ugyanúgy a forrásokat hozzá. Az biztos, hogy ez a program 2 év után ugyanúgy fenntarthatóvá kell, hogy váljon, és nem véletlen van ez a kísérleti szakasz. Megalakult a Kecskeméti Cédrusnet szakosztály. Most van folyamatban az, hogy milyen formában tud önálló jogi személyiségé válni, hogy ezt a programot tovább vigye a Cédrus irodán keresztül. A szupernagyiknak és az egyelőre még egyetlen szupernagypapinak ezúton gratulálunk, Engelt Jakabnénak pedig köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a meghívást. Folytatjuk a kiemelőt. Több mint 60 sör különlegességgel öblögethették kiszáradt torkukat a II. Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál résztvevői. A háromnapos eseményt a rajongóik legnagyobb örömére Csík János és a Benzó zenekar koncertje zárta tegnap este. Folyt a sör, és sült a hús három napon keresztül a II. Kecskeméti Kézműves Sörfesztiválon. A rendezvényen több mint 60 féle minőségi alapanyagból készített sör különlegességet kóstolhattak meg az ország egész területéről a fesztiválra érkező kisüzemi kézműves sörfőzdék kínálatából a vendégek. A szervezők célja az volt, hogy hagyományteremtő szándékkal a híres városba invitálják a minőségi hazai sörök készítőit és kedvelőit, és a rendezvénnyel hozzájáruljanak a magyar kézműves sör hazai gasztrokultúra szerves részévé válásához. A fesztivál alatt a vendégek tanulhattak egyebek mellett a sörkészítés folyamatáról, illetve a kecskeméti sör történetéről. Városunkban ugyanis nagy hagyománya van a sörfőzésnek. 1793-tól a városnak már saját sörfőzője volt, és mi a kecskeméti sörmanufaktúrával ennek a hagyományait próbáltuk továbbvinni. És én, mint a Kecskeméti Sörmanufaktúra sörmestere tartok minden nap előadást a közönségnek, akit érdekel a történelme, a sörkészítés folyamata, és próbálok mindenkit rávenni, hogy főzzön otthon sört. Most erre a fesztiválra külön készültünk egy olyan sörrel, amit úgy éreztünk, hogy meg kell lépjünk mindenképpen. Kecskemét neve ugyanis erősen összeforrott a barack gyümölcs szóval, és ezért csináltunk egy kecskeméti barack sört, ami igazából nagyon sikeres, és nagyon szereti a közönség. És ha már megtanultunk sört főzni, akkor íme a sörcsapolás technikája is. Nagyon egyszerű. Magunk fele húzzuk a csapot, akkor jön a sör, ha hátrafele toljuk, akkor jön a hab, és 45 fokos szögbe kell tartani a poharat. Arra kell figyelni, hogy a sör csak ne érjen bele a sörbe. Magunk fele húzzuk, ez az oldalsó pöcökkel tudjuk állítani a sörnek az áramlását, a sebességét. Gönczi Gergő azt is elárult a stábunknak, hogy nem véletlenül választották nevükként a kecskeméti sörmanufaktúrát. Úgy érezték, hogy kell a városnak egy saját sör, amire büszke lehet a lakosság. Kicsik és nagyok egyaránt szép számmal érkeztek a fesztiválra. Hogy érzitek magatokat ma este? Nagyon jól. Főleg a zene, a legkisebbnek is tetszik, és nekünk is. Szerintem a legjobb a sörhöz a sajt. És milyen sört szeretsz egyébként?
Én leginkább most gyümölcsös sört ittam, a túl keserűeket azokat nem szeretem. A fesztivál ideje alatt pedig összefuthattunk egy kecskeméti DJ-vel is, aki nem csupán zenélni érkezett a volt városi mozi elé. Jöttünk Csíkjöncsira, természetesen meghallgatjuk a Janit. És a sör kínálatot itt már így azért tesztelted? Hát figyelj, ittam vagy 100 féle magyar sört az elmúlt egy hónapban, folyamatosan tesztelés vagyunk. A kecskeméti sörfőzdétől ittunk, meg Domján Pista bácsitól is természetesen egy lágert. És van kedvenced? Nincs, az asszony, meg a gyerekek. Bár a fesztivál a sörökről szólt, a gasztronómia különlegességei is felsorakoztak. Az egyik bódénál kézműves hamburgereket lehetett kapni. Nagyon jó a fesztivál, tehát tényleg nagyon sok helyre járunk. Ez egy ilyen kiemelkedő fesztivál, mint szervezettségben, mint emberekben, tehát hogy így le a kalappal tényleg. Richard hozzátette, mindegy, hogy mikor, sörívás előtt, közben vagy után, mindig a hamburger az, ami ajánlott étek gyanánt. Ami fontos, hogy alkoholt csak kultúráltan és felelősséggel szabad fogyasztani. A fesztivál programja szinte minden könnyedebb zenei műfajt felölelt. Blues, rock, pop, party slágereken és latinos hangulatú koncerteken kapcsolódhattak ki a sörözők. A rajongóik legnagyobb örömére Csík János és a Mezzó zenekar koncertje zárta a fesztivált, akik több mint egy órán át szórakoztatták a közönséget szebbnél szebb dallamokkal. Szombaton délelőtt nyilvános gyűrűzést tartottak Kecskemét egyetlen lakott területén lévő gólyafészkénél. 4 kisfióka kapott gyűrűt a lábára, a jelölés után pedig visszatérhettek a biztonságos fészkükbe. A fém és színes jelölőgyűrűk lehetővé teszik a madarak befogás nélküli azonosítását, és információkkal szolgálhatnak a gólyák vonulásáról. Az időjárás nem igazán kedvezett a Kiskunsági Nemzeti Park, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Hunyadi Városi Madárbarát program közös kezdeményezésének. Azonban, amikor kicsit elcsendesedett az eső, természetesen sikerült felmenni a gólyafiókákért az emelőkosaras autó segítségével, hogy aztán Pignicki Csaba lehozza őket a gyűrűzésre. Látszott, hogy a kicsik meg voltak illetődve, amikor kivette őket a fészekből a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, de aztán nyugodtan tűrték, hogy a lábukra helyezze a gyűrűket. Most ez a gyűrű, ez itt van rajtuk, ez körbeforog, tehát hogy ez abszolút nem fáj, meg nem zavarja így a madarakat. Összesen 4 fióka nevelkedik a Márai Sándor utcai fészekben. Szombaton mindannyian 2-2 jelölő gyűrűt kaptak, egyet a jobb lábra, egyet a balra. Egy fémgyűrűvel, illetve egy színes gyűrűvel láttuk el minden egyes gólyafiókát. A fémgyűrű az önmagában csak akkor szolgáltat információt, hogyha ezeket a gólyafiókákat megfogják, vagy elpusztulva megtalálják, viszont a rajta lévő műanyag színes gyűrűk, azok nagy távolságról messziről is leolvashatóak, körülbelül 300 méterről kedvező látási viszonyok közepette nagy nagyítású távcsővel, ezek már nagyon jól látszódnak, és madaraknak a mozgásáról szolgáltatnak információt. A Magyarországon gyűrűzött gólyák a Közel-Keleten keresztül, Kelet-Afrikán át egészen Dél-Afrikáig vonulhatnak. Azt is megtudtuk, hogy a gólyák 4-5 éves korban érik el az ivarérettséget, és az ivaréretlen madarak többsége lent marad Afrikában, csak az idősebbek jönnek haza. Körülbelül március második felétől kezdenek el visszaérkezni Magyarországra, és amint visszaérkeznek az öreg madarak Magyarországra, rögtön párba állnak, fészket foglalnak, párosodnak, és megkezdik a tojásoknak a lerakását. Ezeket a tojásokat ilyen 1-2 napos különbséggel tolják le, és rögtön az első tojás lerakása után megkezdik a kotlást. Ebből kifolyólag a fiókák azok is 1-2 napos különbséggel kelnek ki. Általában 3-4 fióka van, ezeket a fióka számokat nagyon szépen beszokták többnyire lőni a környezeti feltételekhez, tehát a környezeti eltartó képességhez igazítják. A szombaton gyűrűzött fiókák már nagyobbnak mondhatók, szépen fejlett tollazatuk van, valószínűleg márciusban rakta a tojásokat az anyuka.
Várhatóan egy hónap múlva már a szárnyukat fogják próbálgatni, és megteszik az első lépéseket afelé, hogy kirepüljenek. Hasonlóan kedves témával folytatjuk, a továbbiakban is kis állatokról lesz szó a kedvenc magazinunkban. Sziasztok! Újra jelentkezik kedvenc kis állatmagazinunk, a kedvenc. Új szurikát a nőstény költözött a kecskeméti vadaskert kifutójába. A több hetes karantént követően az egészséges jövevény hamar beilleszkedett. De nem csak az emlősök életében történtek pozitív változások. Tartsatok velünk! Egyértelműen vidámabbak a vadaskert szuriketei, mint az elmúlt hetekben. Az arra a szurikát a nőstény elvesztése a két hím állat számára a családfő elvesztését is jelentette. Májusban nagyon sok diák jön ide osztálykirándulások alkalmával, és az egyik ilyen idelágott csoport egyik diákja sajnos figyelmen kívül hagyta nem csak a bejáratnál lévő viselkedési szabályt, hanem a szurikát a kifutónál lévő három figyelmeztető táblát is, hogy ne nyúljon be. Benyúlt, és sajnos még csak azt sem mondhatom, hogy jó indulattal, simogatással, mert ahogy hallottuk az osztálytársaitól, éppen egy valami bottal próbálta piszkálni a kis szurikátánkat, aki egyrészt védelmezte a már meglévő családját, másrészt, mivel vemhes volt, így ebből a kifolyólag az állapota ezen ok miatt megváltozott, és ilyenkor már a saját megszületendő utódait is védelmezte, és beleharapott a kisfiú kezébe. A kisfiú nyilván vagy a fájdalomtól, vagy az ijegységtől, azzal a elmondás szerint hogy lendülettel a földhöz vágta szegény kis zarát. A nőstény szurikáta aortarepedés miatt elpusztult szinte azonnal. A szurikáta család így matriárha nélkül maradt, ezt az űrt igyekszik betölteni az új nőstény, amely május 29-e óta már közösen élhet a hímekkel. Egy magángyűjtő felajánlásaként érkezett az új lakó a kecskeméti vadaskertbe. A két hetes karantén időszakot követően a gondozók kíváncsian várták, befogadja-e majd a csoport a nőstényt, amely nevet egyenlőre még nem kapott. Az első találkozás a hímekkel rögtön bebizonyította, megvan a szurikáta csapat új matriarchája, így jó esély van rá, hogy hamarosan újabb bébik is születhetnek. A kecskeméti vadaskert így ismét tervezgetheti egy új, nagyobb szurikáta kolónia létrejöttét, de nem ez az egyetlen jó hír a vadaskertben. Ajajajajaj, nem akarok bántani. A nandu hím 10 szép tojást melenget szinte folyamatosan. A Dél-Amerikában őshonos faj esetében meglepő módon nem a nőstény kelti ki a tojásokat. Hamarosan újabb nandu csibéket köszönhetünk, ami nagy szó, hiszen ezek a nagytestű futómadarak csak akkor költenek, ha valóban jól érzik magukat. Oroszlánokkal, zebrákkal, zsiráfokkal, de még elefántokkal is megismerkedhettek májusban az állatorvostan hallgatók az éppen Kecskeméten állomásozó Magyar Nemzeti Cirkuszban. Mindenki sérülés nélkül megúszta a találkozót, és a diákok rengeteg élménnyel és új információkkal térhettek haza. A helyszínen járt Molnár H. Boglárka kollégánk. Zsiráfok, elefántok, oroszlánok, de még két puputevék is keringőztek egy porondon a zebra haverjaikkal. Ez a látvány fogadott bennünket május 17-én Kecskeméten a Magyar Nemzeti Cirkuszban. Exotikus állatok igazi tárháza várta azt a több mint 100 hallgatót, akik Budapestről utaztak városunkba, hogy megismerjék az állatokat, tanuljanak a tartásukról és az állatvédelemről. Ez a program Magyarországon kuriózumnak számít, hiszen máshol nincs lehetőség arra, hogy testközelből figyeljenek meg a hallgatók például egy elefántagyart. Azonban nem csak ritkaságokkal találkoztak a fiatalok. Nagy kedvenc volt például Béba sertés, de a csacsik is kilendítették a cukiságmérőt. Több mint 100 idomított állatunk van, és ez egy remek lehetőség itt a Nemzeti Cirkusznál, hogy testközelből találkozzanak egzotikus állatokkal, meg is tapintsák őket esetleg, és elmagyarázzuk azt, hogy valóban különbséget kell tudni tenni cirkusz és cirkusz között, és reméljük, hogy ez az egy óra elég lesz arra, hogy bebizonyítsuk, hogy valóban itt az állatokat jól tartjuk.
Említetted, hogy egzotikus állatokat fognak megsimogatni, megfogni. Mikkel fognak találkozni a hallgatók? Elefántokkal, zsiráfokkal, zebrákkal, pupostevékkel, tehát rengeteg állattal. És még hadd mondjam el a különlegességét ennek az órának, hogy német nyelven fogjuk ezt tartani. Tehát ugye ők Németországból érkeztek Magyarországra, hogy itt végezzék el az Állatorvostudományi Egyetemet, és ezért ez egy különleges kihívás a számomra, hogy ezt most nem magyar nyelven kell ezt az előadást megtartani, hanem német nyelven. Ez is egy remek alkalom arra, hogy én azt szoktam mondani, hogy a közönség csak 2 óra fény és csillagolást lát, de most ezen az állatvédelmi órán betekinthet a közönség abba is, hogy valóban mennyi munka, mennyi energia kell ahhoz, hogy ilyen világszínvonalú műsorok létrejöjjenek. Tehát ezekkel az állatokkal nem elég az, hogy egy nap egyszer fellépnek, hanem folyamatosan foglalkozni kell, mozgatni kell őket, és ezért is jó ez az óra, hogy itt bebizonyítsuk, hogy mennyi munkát teszünk ebbe bele. Az Állatorvostudományi Egyetemről érkező diákok természetesen nagyon izgatottan érkeztek meg a Magyar Nemzeti Cirkuszba. Sem a fiatalok, sem pedig tanáraik nem tudták, hogy merre kapkodják a fejüket. Az Állatorvostudományi Egyetemről érkeztünk, és az Állatorvostudományi Egyetemen az idén főtárgy lett az állatvédelem, a szakmai állatvédelem, és ezt 3 nyelven oktatjuk, tehát a magyar képzésen kívül az angol képzésben résztvevő és a német képzésben résztvevő diákok is megkapják ezt a tananyagot, és ennek az oktatásnak a gyakorlati részét képezi, hogy olyan külső helyszínekre visszük a diákokat, ahol közelről és egy az egybe látják az állatokkal való helyes bánásmódot. És ennek keretében jöttünk el ide, hogy megtanulják azt és láthassák, hogy hogyan lehet állatokkal úgy együtt dolgozni, akár egy cirkusz keretében, hogy az állatok jólétét semmilyen formában nem sérti, sőt. A világ minden tájáról vannak diákjaink, illetve a magyar végzettek is a világ minden tájára fognak menni dolgozni, és nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a tankönyvből tanulják meg a tananyagot, hanem gyakorlat keretében találkozzanak itt az egyetem 5,5 év alatt is. Lázár Kincső az egyik hallgató már nagyon várta ezt az eseményt. Őt minden állat érdekli, hiszen mi meglepő, állatorvos szeretne lenni. Egyrészt mindenkit érdekel, azt hiszem, egy ilyen cirkuszi háttérmunka, valamint minket ugye szakmai szempontból is, hogy hogyan tartják ezeket az állatokat, hogyan gondozzák őket, hogyan dolgoznak velük, és hogy megkapják-e mindezt a törődést, megfoglalkozást, amit ugye elvárhatnak az emberek, és hogy ezáltal mi is így biztosak lehetünk benne, hogy jól vannak tartva az állatok. És hát itt ugye egzotikus állatokkal is találkoztok, majd te melyiket várod a legjobban és miért? Hát én a lovakat is nagyon szeretem, bár az ugye nem egzotikus állat, de engem minden érdekel, a nagymacskák is, meg úgy az összes. Ifjabb Richter József azt is elárulta nekünk, hogy ebből a rendezvényből hagyományt szeretne teremteni, hiszen szerinte hasznos a diákok számára, ha közelről találkozhatnak ezekkel az állatokkal és tanulhatnak gondozásukról. Én nagyon remélem, hogy lesz folytatása. Nyilván levonjuk majd a konzekvenciákat az órából, de én úgy gondolom, hogy ennek van értelme, ebbe komoly energiákat fektetünk, hogy valóban bebizonyítsuk azt, hogy egy különbséget kell tudni tenni cirkusz és cirkusz között, ugyanúgy, mint bármelyik tévétársaság és a másik között. És még tudjuk fokozni a történéseket, mivel a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója egy óriási örömhírt is bejelentett. Aranybóca porondon tekintettel arra, hogy januárban talán Magyarország legnagyobb cirkusz történelmi pillanatát írtuk meg, amikor hazahoztuk az Aranybohóc díjat Monte Carlóból, ez a világ legnagyobb cirkuszfesztiválja. Ezt a cirkuszművészek Oscar díjának is szokták nevezni, és ezért kapta a műsorunk ezt a címet. A cirkusz kecskeméti állomásán számos érdekességgel és hihetetlen produkciókkal várta a híres város lakóit. A vendégeket ámulatba ejtette az állatokon kívül a világhírű Gerling csoport, melynek tagjai egy 7-es piramist mutattak be 6-7 méteres magasságban a drótkötélen. Don Christian az ausztrál bohóc, az igazi pókember, aki Brazíliából érkezett, illetve először volt látható a dupla halálkerék. Az egyik kedvencünk az állatpark új tagja volt, Goldi, az éppen 2 hónapos bébi púpos teve, aki már társaival együtt henyélt a hatalmas gyepen. Stábunk szívébe a két pupu tevék és a zsiráfok lopták be magukat, hiszen annyira jó fejek voltak, hogy egyből jöttek barátkozni. Bobó a zsiráf például még le is hajolt hozzánk köszönni. De szép vagy te! Thank you.
Ennyi volt már a kedvenc, köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk, tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! A híróra végén pedig, ahogy megszokhatták, mindig összefoglaljuk az aznapi híres hírek legfontosabb témáit. Egy percben az Esti Gyors következik. Huszonkét hivatásos nagyszülő vehette át bizonyítványát a Cédrusnet program mai zárórendezvényén. A szupernagyik és szupernagypapik 6 héten át tanulták a nagyszülőség fortéjait. Rekordszámú szavazat érkezett a Kecskeméti Médiacentrum által kiírt tabló, illetve tabló szépe versenyre. A Bolyai János Gimnázium végzős diákjai idén-nyáron a Mezőtúri Rock Fesztiválon tombolhatják ki magukat. Nem mindennapi mennyiség, napi 30-40 mm-nyi csapadék hullott Kecskemétre az elmúlt napokban. Az országon átvonuló zivatarrendszer miatt egy éjszaka alatt közel 200 bejelentés érkezett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz. Újra virágba borulnak a szocreál balkonok. A muskátlik és petúniák adományozása mellett fásításokkal is szépítik a híros város központját, tudtuk meg a Kecskeméti Városszépítő Egyesület mai sajtótájékoztatóján. Beke Márk kapta a legtöbb szavazatot a pénteki finálén, így ő lett a közmédia klasszikus zenei tehetség kutatójának, vagyis a virtuózoknak az abszolút győztese. A 3 korcsoport nyertesei közül őt választotta a legjobbnak a közönség. A kiemelőt látták, holnap is lesz híróra benne hírös hírekkel és kiemelővel. 7 órakor kezdünk, amikor a híradóban elmondjuk a legfontosabb eseményeket, azt követően pedig itt a kiemelőben számos háttérinformációval szolgálunk minden hétköznap. Holnap tehát 7 órakor várjuk Önöket, nézzenek minket akkor is, most köszönöm az egész esti figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra!